Az ember alapvető mozgásformáira épül, ebből kifolyólag nagyon sokszínű sportágról beszélünk, mely már az első ókori olimpián is jelen volt. Dombóvár ikonikus alakjával beszélgettünk, Tar Imrével. 15 kitüntetésem van, tényleg a legnagyobbaktól a legkisebbig. De hát szóval, hogy mivel érdemeltem ki? Hát reggeltől estig pályán voltam gyakorlatilag. És dolgoztam 68 éves koromig az iskolába is, tehát 6 évet rádolgoztam, és hát jelenleg a 75-ben vagyok, és most is aktív atlétedző vagyok, sőt, mi több, idén is van már országos bajnokom második helyzetem, tehát nem csak eltöltöm az időt. Hát nekem a Kovács Ágival kezdődött az egész, ő egy gerehajtó volt, 48 méterig jutott, válogatott volt, vagy mondanám a Mayer Ildikót, a magasugrót, aki 17 és fél évesen 181 centit ugrott. Hát ez még ma is elmenne ez az eredmény, pedig már 50-40 éve volt. Akkor van a távolugró kapitány Eszterem, aki arról volt híres, hogy mindig az országos bajnokságon ugrotta az egyéni csúcsát, többszörös válogatott, többszörös magyar bajnok. Akkor van a Tóth Bence magasugróm, aki 2 méter 10-ig jutott, és hát ő is válogatott és többszörös magyar bajnok. Akkor van a Göbjös Csengém, aki szintén és Európa bajnokságon szerepelt, ifjúsági atlétika Európa bajnokságon. Vannak még bajnokok, de most egy pillanat, például Nagy András, aki 15 éves korában 11-1-et futott 100-on egy válogatott viadalon. Akkor mondanám tovább a Farkas Bence ifjúsági olimpián vett részt, ahol 36 éves magyar csúcsot javított meg. Azon kívül még jó pár bajnokom van. Egy 2009-es születésű, tehát első gimnazista, de még 8-os korú előbb került iskolába. Ugrott 187 centit magasba és 650-et távolba. Országos bajnok, válogatott, idén már diákolimpiai bajnok és diákolimpiai második helyezett. Tehetség nélkül nem lesz senkiből se bajnok. De ahhoz nem elég a tehetség, ahhoz még számtalan dolog kell, és hát egyre büszke vagyok, hogy ezeket mindet én neveltem. Tehát nem úgy volt, hogy na valakitől megörököltem és vittem tovább, hanem ezzel én kezdtem el, és így lettek a... Hát általában úgy 18 éves korig maradnak, mert akkor elmennek egyetemre, főiskolára, vagy esetleg dolgozni, és akkor már úgy nem tudnak edzeni. Most is van egy-két nagyon ügyes gyerekem, hát azokból kihozni, amit lehet, ha ők is akarják. Mert azért van egy bizonyos, úgy hívom, hogy kömény mag, aki nagyon keményen dolgozik, és minden edzésen ott van, hetente minden nap, de hát van, aki azért lezserebből veszi a dolgokat. De annak, aki keményen dolgozik, annak van is eredménye. Van miért dolgozni, hát szóval van eredmény. Mert hogyha majd nem lesz, akkor visszavonulok. Én elsősorban a ugrásokkal foglalkoztam és a sprinterekkel, de volt bajnokom ezekben a számokban mindben, de volt bajnokom súlylökésben, diszkoszvetésben, gerejhajításban is, mert a kollégám úgy osztottuk meg, hogy ő vitte a közép-hosszú távfutókat, én meg a többit. Nagyon hosszú ideig is. Hát mi együtt dolgozunk 50 éve, úgyhogy én meg már 53 éve edzősködöm. Mindig sportoltam egész életemben. Szinte mindenféle sportágat kipróbáltam, de amiben végül is leragadtam a végén, az a atlétika volt és a kosárlabda. Kosárlabdába MB2-ig vittem, magasugrásba 196 centig, úgyhogy ezek voltak a legjobb eredményeim. És akkor testnevelő tanárra jelentkeztem. Hát akkor, amikor én jelentkeztem, akkor még több mint 10-szeres túljelentkezés volt, és kellett hozzá nekem a jeles érettségim is, hogy bekerüljek. Manapság már könnyebb.
a feleségemmel, aki ott ül abban a rózsaszínben. Reggelente, délelőttönként gyalogolunk 6-8 kilométert, utána hazamegyünk, ebéd után alvás, és akkor utána jön az edzés. Napjaink atlétikája 5 szakágra osztható fel. Futás, gyaloglás, ugrás, dobás, több próba. Dombóvár több mint 100 éve jeles képviselője a sportok királynőjének.